tudja legyőzni Nikitint, akkor a magyar csapat a világbajnok. Nikitin támadott. Ő a győzelemért kell, hogy harcoljon. Az a biztos. Mondhatnám, hogy is, hogy neki szintén csak az a biztos. Jobbra van a találat, 2-0 arányban vezet Nébald. Nikitin két méteren. És elvágja a támadását, nagyon sportszerűen be is mondja, hogy nála van a találat. Ritka szép pillanat az ilyen, amikor egy ennyire éles és ennyire sorsdöntő csörtében valaki bemond egy lehelet finom találatot saját magánál. 3-0, egy elővágás Nébaldnál. Szép pillanat volt az előbbi, egy szép pillanat ez a mostani is. Most viszont Nébald mondta be a találatot, nem várva meg, hogy a zsűri esetleg elferdítve, esetleg mást mondhasson. Óriási lehetőség ez. Megvan, megvan. Egyetlen találat. Ennyi kell. Nébald két méteren áll. Vág. De éppen a vágásba, hogy kiemelte a karját, nála ült meg. Egyetlen találat. Elővágás. Támadás. Nem. Megvan a magyar csapat világbajnok. Ezen a világbajnokságon, amikor már-már azt hittük, hogy semmi öröm nem terem a számunkra, a karcsapatunk megnyerte a világbajnokságot. Érdemes elsorolni a neveket, azoknak a boldog fiúknak a nevét, akik most ott ölelkeznek. Gedővár Imre, Gerevics Pál, Hammann Ferenc, Nébald György, Nagyházi Zoltán hívták ki ezt a igen nagy...